Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, ez itt a Csendes Percek. Hadd kérdezzem meg a kedves nézőktől, és természetesen önmagamtól is, hogy milyen reménységgel indul ez a nap? Mit várok? Miben reménykedem? Azt mondja Pál Lapostól, a teszalonikaiaknak ért második levele második fejezetében, hogy maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ami Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Arról szól ez az igei üzenet, hogy akkor is van reménységem, hogy én úgy ítélem meg, hogy nagyon nehéz dolgok vannak előttem. Hogyha nagyon szomorú dolgokat éltem át, akár egy gyászt éltem át, akár valamiféle olyan dolgot, ami nekem emberileg tragédia is lehet, de Isten akkor is ad reménységet, sőt, a reménységgel együtt vigasztalást az ő kegyelméből. Ábrahámról azt olvassuk, hogy ő a reménység ellenére is ragaszkodott az Isten ígéretéhez. Tehát ő hitt. És a mi hitünk az, amely legyőzi a világot. Ezt írja János apostol az övéihez. Tehát hittel, reménységgel tekinthetünk előre. Nagyon nehéz nekünk sokszor ez az előre tekintés. Hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább hátra Nézzünk arra, hogy mit hoztunk a múltból, hogy mi történt eddig. És sokszor az embert meg is terheli ez a visszatekintés. És a remény helyett inkább a reménytelenséget képes erősíteni a mi szívünkben. De ha arra figyelünk, amit Isten üzen nekünk, akkor van reménységünk, mégpedig élő reménység ajándékba kaptuk. Így olvassuk a Péter első levelében, áldottam mi úrunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül felt, való feltámadása által élő reménységre, és aztán folytatja tovább, hogy egy, egy szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre. Az én reménységem, tehát túlmutat azon, hogy mi vesz körül engem. Akár a veszteségeket ha nézem, de nézhetem nyugodtan a, a, a nyereségeket is, a jó dolgokat, amik történtek velem. Mert amit itt a világban látok, azt mondja az ige, hogy mindez múlandó. Ami az Istennél van, az pedig örökké való, és Isten nem sajnálja tőlem az ő örökkévaló országát, az ő örökkévaló királyságát, hanem a király, maga az Úr Jézus Krisztus jött el ebből az országból. Azért, hogy engem megváltson, hogy megmutassa azt az igazi helyet, ahova tartozom az Isten országában, és amikor indulok egy napnak, lehet szürke, ködös nap, lehet nagyon fagyos, de lehet akár verőfényes is. Az egy dolog, ami itt történik velem, de az egy másik dolog, amit a szívemben hordozom, hogy ott vagyok az Isten országában, él bennem a remény, bármi történhet itt, de változhatatlan, az az élő reménység, amit kaptam az Úr Jézus Krisztus által. János Apostol így ír erről, aztán a testvéreknek, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. A reménységből cselekvés származik. Látom az Úr Jézus Krisztust, látom az ő dicsőségét, az ő szentségét, az ő tisztaságát, az ő verőfényes, tiszta fényét, ahogy bevilágítja az én életemet, és megvilágítja az életutamat. És ez erősíti a reménységet. Van értelme ma is. Krisztussal, Isten erejével, neki indulni ennek a napnak. Azt mondja Pálapostól, a korintusiaknak ír erről, hogy ha csak ebben, a földi létben reménykednénk az Úr Jézus Krisztusban, ha csak erre szólna a reménységünk, akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk. De nekünk élő reménységünk van. Egyrészt hisszük, hogy miközben tapasztaljuk, hogy ez a mi földi testünk sok nyomorúsággal küzd, itt van ez az egész időszak, amiben élünk, most már mondhatjuk évek óta, ez a pandémiás időszak, és sok romlást tud hozni az ember fizikai létébe, de van reménységünk, a feltámadás dicsőséges reménysége. Ott vagyok az Isten országában, az esztergogép mellett, a számítógép mögött, a buszon, villamoson, bárhol is legyek, ott vagyok az Isten országában. Ez a dicsőséges reménység, hogy nyitva számomra menj, és velem van az Úr, kísérjen bennünket ezen a napon is Isten áldásával.